Jeremiás könyve, 47. rész. Jövendőlés a filiszteusokról. Így szólt az úrigéje Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó megverte gázát. Ezt mondja az úr. Víz indul el észak felől, áradó folyó vádúzzad, elárasztja az országot és a benne élőket, a városokat és a bennük lakókat. Az emberek segítségért kiáltanak, jajgat az ország minden lakója mert csattognak a mének patái, dübörögnek a harci kocsik, robognak a kerekei. Az apák még fiaikkal sem törődnek, mert erejük oda lett, mert eljön az a nap, amely elpusztít minden filiszteust, kiirtja Tírus és Szidón utolsó segítőit is. Elpusztítja az úra filiszteusokat, a Kaftor szigetéről való utódait. Kopaszra nyiratkoznak Gázában, elnémulnak Askelomban. Völgyüknek maradék népe, még meddig vagdosod magad, Jaj, úrnak kardja, meddig nem nyugszol meg? Húzódj vissza hüvelyedbe, csillapodj, maradj veszteg! Hogyan maradhatna nyugton, hiszen az úr parancsolta askelónhoz, a tengerpart ellen ő rendelte ki.